Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönöm. A feladat a maltóz és a szavaróz azonosítása. Két kémcsőbe két fehér por van, az egyikben maltóz van, a másikban szavaróz. Első lépésben oldjuk fel ezeket a szilárd anyagokat kevés vízben. Mindkettő cukornak jól kell oldódnia. A maltóz az egy monoxaharid, a szaharóz pedig diszaharid. A maltózban van egy szabad formülcsoport, amikor a gyűrűk fölnyílnak, akkor szabaddá válik egy formülcsoport, a szaharózban pedig ez a két monoszaharid a glikozidos hidroxil csoportján keresztül kapcsolódik, ezért a gyűrűk felnyílásakor sem válnak szabaddá ilyen csoportok. Még egy kicsit ázogatjuk, és közben, amíg a maradék cukor is fel nem oldódik, elkészítjük az ezüstnitrát oldat, ezüstnitrát oldatot lúgos közegben. Tehát ebben a kémcsőben teszünk kevés ezüstnitrát oldatot. Az ezüstnitrát oldatunkhoz teszünk néhány csepp ammónia oldatot, éppen csak annyit, hogy a keletkező csapadék feloldódjon, az oldat kitisztuljon. Mindkét oldathoz teszünk ebből a ezüstnitrátból. És vízfürdőre, egy kicsit összerázogatjuk, és vízfürdőre tesszük, és egy kis idő múlva megfigyeljük a változást. Mivel a maltózban szabaddá válhat a formülcsoport. Még egyszer, bocsánat. Igen, jó. Tehát a két kémcső egyikében a szaharóz van, ez a kettős cukor, a másikban pedig egy monoszaharid. A szaharózban, a kettős cukorban a glikozidos hidroxil csoportok kötésben vannak, ők nem tud fölnyílni a gyűrű, nem tud szabaddá válni a formülcsoport, míg a maltózban igen, és már a sötét színű ezüst megjelenése mellett láthatjuk a kémcső falán az ezüst tükröt is, tükörszerűen válik le a kémcső alsó részében, látszik ez a tükörbevonat. Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!